a szerkesztőség, kérdésem a sátán zsinagógájával kapcsolatos, amit a jelenések könyve említ, a Filadelfiai gyülekezethez írt levélben, kikre értelmezi a Bibliaszt, hogy vannak olyan zsidók, akik nem zsidók, vagy csak annak mondják magukat. A Szentírásban az szerepel, hogy Isten szétszórta a zsidókat a nemzetek közé a bűneink miatt, a mai zsidó államat pedig a különböző olvasmányok szerint a szabadkönyves és illuminátus csoportok érdekei hozták létre. Tehát ez egy mesterségesen létrehozott állam. A Biblia alapján maradékot fogja Isten meghagyni, miközben szabadkönyves csoportoknak az egyházakhoz, ők irányítják azt is, mint ahogyan a világot is szeretnék, vagy teszik is azt. Mi az a titkos háttérhatalom, amiről annyi videót lehet látni a YouTube-on? Talán, ha lenne a feltett kérdéseimre is egy egyféle tanítás a műsorban, akkor bizonyára hozzám hasonló érdeklődők is szívesen fogadnák azt, mert a meglátásom szerint vannak, akiket érdekelne a téma, tisztelettel egy néző. Köszönöm, hogy őszintén megírta. Tehát először is a Sárdán sinagógája nem Izraelre vonatkozik. Nem szabad elfelejteni, hogy Kód szavakat használ, a jelenések könyve, a sátán zsinagógája, ugye, hogy kik mondják zsidok, annak van szó szerinti jelentése, Isten dicsőítő emberek, Isten ismerő emberek, Isten imádó emberek, és ne felejtsék el a, a, azok, akik ezt így értelmezik, hogy a Biblia, illetve az Új Szövetség, az egyházat is nevezi szellemi izraelinek, Sőt, az újjászületett keresztényeket, erről azt állítja a Biblia, hogy körülmetélkedtek spirituális értelemben, és ilyen módon ők is Isten dicsőítő emberekké váltak, mert alkalmassá váltak, hogy szellemben és igazságban imádják az Istent. Tehát egyértelműen hát miért, miért, miért ö, 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 keveredne bele például a filadelfiai gyülekezethez szóló üzenetben, egy kisázsai gyülekezetről beszélünk, egy ilyen szó szerinti értelmezést, amikor köztudottan ezek a gyülekezetek elsősorban, főleg a század végén, goly háttérből, nemzeti háttérből jövő személyekből állt, tehát többnyire már éles válaszfal volt a keresztény közösségek és a zsidó közösségek között, tehát semmi értelme nem volt, hogy oda bemenjenek zsidó emberek, és nem is mentek be semmilyenféle ilyen történelmi tényanyagot nem találnak a kutatók. Ez álkeresztényekről szól, álkeresztényekre vonatkozik, olyan keresztényekre, akik nem születtek újjá, nem szellemben és igazságban imádják az, az Urat, nem szentek, tele vannak testi dolgokkal, bűnökkel, csak hazudják magukról, hogy krisztusi emberek, és ez, e, ezt e, rója föl e, az apostol ennek a gyülekezetnek, illetve ezeknek a személyeknek. A szétszoratás, hogy a bűn, az egyértelmű, hogy bűnök miatt történt, ezt maga a zsidóság sem tagadja. A babiloni fogságnál is részletesen le van írva, a kettő királyok 17-ben, 21-ben, hogy milyen bűnök vezettek a szétszóratáshoz, de újra ismétlem, hogy minden nemzet bűn alá van rendelve, és ezt figyelembe kell venni, és mindenkinek az a feladata, hogy a saját maga számláját rendezze el az élő Istennel. A zsidó államot kikalapították. Szegény, meggyötört, üldözött, többnyire kelet-európai zsidók. Lengyel, ukrán, magyar, orosz, ország területén élő zsidók, maga a vezetőkről is be lehet bizonyítani. Ez nem felel meg a valóságnak, nem mesterségesen létrehozott állam, hanem nagyon kemény mozgalom volt enn mögött. Többnyire, ha elolvassák például a titkos háború a zsidók ellen, ezek a titkosszolgálati adatok alapján és dokumentumok alapján írott, íródott ez a könyv, egyértelmű, hogy legmagasabb szinten igyekeztek megakadályozni már a második világháború kitörése előtt Izrael államának a létrehozását. És ebben ben volt a Brit Birodalom, ben volt az Egyesült Államok, ben volt Európa, minden, tulajdonképpen az egész világ. Úgyhogy ez létrejött, az egy nagy csoda, és egyáltalán nem volt meg az a hozzáállás, ami, ami eh, eh, hát eh, eh, azt a látszatot keltette volna, hogy ezt a nagyhatalmak szerették volna. Egészen elképesztő dolgok történtek, még a második világháború után is, még azt se lehet mondani, hogy a holokausznak olyan módon a, a következménye, mert utána is fönnállt brit birodalom részéről, egyesült államok részéről, és más ö, nagyhatalmak részéről, nem beszélve az arab országok részéről, az a, a, ellenállás Izrael államának a megalapulásával szemben. Tehát, és ez egyértelműen egy nagy meglepetés volt, és pontosan arra az időre, amikor kikiáltották Izraelnek a fiait, Izrael államát, olyan változások történtek a világpolitikába, és olyan félreértések jöttek létre a szuperhatalmak között, hogy végül is belementek és megszavazták Izraelt. Állomát. Amerikaiak azt hitték, hogy egy új kommunista állam jön létre, azért a felső vezetés mindent elkövetett, hogy ne történjen ez meg, a, a, a stalinisták pedig azt hitték, hogy egy imperialista ország jön létre, úgyhogy tulajdonképpen nem volt olyan szereplő, amely jó szándékúan nézett volna rá. Ki kell emelnem Csehországot, ő volt az az egyetlen egy ország, amely hatalmas nagy támogatást nyújtott a fiatal Izrael államának, mert ha nem nyújtották volna a fegyver csempészetet, nem kezdték volna el, Prágából szállították a fegyvereket az izraelieknek, akkor valószínű, hogy nem tudott volna Izrael győzni már az első háborúban.